Szeretettel köszöntöm Navracsics Tibort, országgyűlési képviselőjelöltet a Szemtől Szembe ideiglenes stúdiójában. Hadd legyek kicsit aktuális, most csütörtök van, amikor ez a felvétel történik, és ezekben a percekben választja meg a parlament az ország új köztársasági elnökét. Nyilván borítékoltjuk, hogy mi lesz a döntés vége, bár még nem született meg. Ön szerint hogyan folyt ennek az előkészítése? Tehát mennyire tekinthető fennek az például, hogy az országgyűlés elnöke eltekint attól, hogy felolvassa a jelöltek életrajzát, önéletrajzát, és ezzel beolvassa jelé őket az előzményekbe, vagy erre nincs is szükség? Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Egyrészt nem vagyok országgyűlési képviselő, ebből adódóan én nem minősíteném az országgyűlés eljárásait, másrészt pedig én azt hiszem, hogy mind a két jelöltet, Novák Katalint és Rónai Pétert is elég jól ismerik a magyar választópolgárok a életrajz formális felolvasása nélkül, vagy ha valakit érdekel, akkor ma az internet korában fölmegy az internetre és megismeri az életrajzokat. De hangsúlyozom, mivel nem vagyok az országgyűlésnek tagja, ezért nem kívánom minősíteni az országgyűlési elnökének eljárását. Egyetértek, illetve hát elfogadom ezt az álláspontot, de nyilvánvalóan a jó kapcsolatok, kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. Erre majd később visszatérünk. Ha már itt tartunk, mennyire volt nem a kormányzati kapcsolatoknál, hanem a párt kapcsolatoknál, hogy mennyire volt a párt vezetésének döntése, hogy itt ön országgyűlési képviselőjelöltként induljon, vagy mennyire volt saját elhatározása? Tehát ez a fölföldobott kőeffektus, hogy hazatért úgymond, vagy valamilyen más iniciatíva alapján? Hazatértem, és körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtek el megkeresni abban az ügyben, hogy azt szeretnék, hogyha a Fidesz országgyűlési képviselője lennék. Én ezt viszonylag hamar világossá tettem, hogy nem kívánok listás képviselő lenni. Tehát, hogyha lehet, ha mindenképpen azt akarják, hogy országgyűlési képviselő legyek, akkor egyéni választókerületben indulnék. Azt is meg tudom mondani, hogy miért. Én úgy érzem, hogy a politikának ez a része az, ami nem akarom megbántani a listás képviselőket, mert ők is fontos munkát végeznek, de ez egy magasabb szintű küzdelmet, alkalmasságot igényel. És éppen azért, mivel 5 évig nem voltam Magyarországon, nem dolgoztam itthon, ezért úgy gondoltam, hogy a választópolgárokat a személyemből is meg kell kérdezni, hogy akarják-e, hogy a magyar politika része legyek, vagy nem akarják. Én akkor sem sértődöm meg, hogyha nem akarják, nyilvánvalóan ez egy ilyen döntés. És ezt követően került szóba ez a választókerület, hogy miért, azt Fenyesi Zoltán elmondta azon a sajtótájékoztatón, amikor az én jelöltségem hivatalossá vált. Az akkori felmérések azt mutatták, hogy velem a Fidesz-KDNP-nek több esélye van a mandátum megtartására, mint Fenyesi Zoltánnak. Élesebb küzdelemre számít, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt? Mert ugye 4 évvel ezelőtt 47%-on végzett a Fenyesi úr. Hát most lehet, hogy kevesebb lesz? Lehet. Az is lehet, hogy több. Ezt ugye április 3-án este fogjuk megtudni. Ugye úgynevezett csatatér vagy billegőkörzet, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, ha nem is az összes képviselőjelölt, de a két nagy oldal, fogalmazunk így, tehát a Egyesült Ellenzék, vagy a Fidesz-KDNP jelöltje között fog eldőlni vélhetően, és ott könnyen elképzelhető, hogy egy-két szavazat döntsök. Mennyire érzi itthon magát? Tehát megkeresték-e régi barátai, adnak-e valamilyen háttértámogatást a munkájához? Igen. Hát Tapolcán a legegyszerűbb, mert ott vannak valóban régi barátaim, ugye ott gyerekkoromban sok olyan ismerősöm volt, illetve ismerős család, a családunknak ismerősei. De érdekes módon most a legutóbbi Ajkai Fórumon is egy zongoratanárnő megkeresett, aki a nővéremnek volt zongoratanárnője, és most itt él Ajkán. Tehát igen, találkozom emberekkel, de a nem gyermekkorból is, tehát ugye én 2006 és 2014 között is országgyűlési képviselő voltam, és abban az időszakban is meglehetősen sokat jártam ide Ajkára is, meg Tapolcára is, és azok az ismerősök, azokkal is tartom a kapcsolatot. Tehát nem szakadt meg a kapcsolata múlttal, így is fogalmazhatnánk. Most folytassuk ott, hogy mivel szembesült, mikor ebbe a választókörzetbe érkezett már, mint országgyűlési képviselőjelölt, illetve először, mint a Fidesz választókerületi elnöke. Nem akartak-e, vagy nem volt olyan szándék, hogy nyakába varjanak önnek, mint Fidesz tagnak olyan dolgokat, amikhez tulajdonképpen nincs közel. Gondolok itt a Badacsony Tomai sümegi
történésekre. Sikerült ezekben tiszta képet alkotni, vagy világossá tenni a dolgokat? Hát szándék volt természetesen, hogy a nyakamba varjanak ilyen ügyeket. Ez teljesen érthető a másik oldal részéről, hogy minél hamarabb igyekeznek engem kapcsolatba hozni azokkal az ügyekkel, amelyeket ők botrányosnak tartanak. Hogy mennyire sikerült tisztán látni, az azért azt hiszem még most is az idő folyamán történik. Ugye sümegen én úgy gondolom, hogy tudtuk kezelni ezt a problémát az én érkezésemhez képest időben. És persze mindig vannak olyan követelések, amelyek még további lépéseket igényelnek. Én úgy gondolom, hogy amit a jogszerűség megkövetelt, azt megtettük. És nagyon örülök annak, hogy a sümegi városvezetés, illetve a kistérségi járóbetegellátó vezetése is levonta a megfelelő következtetéseket ebben az ügyben. Ez egy bonyolult választókerület, ilyen szempontból is, de területileg is. Tehát nem mondanám, hogy nem érnek váratlan fordulatok ebben a választókerületben. De ez részben abból is adódik, hogy annyira eltérő tájegységek vannak ebben egy választókerületben. Ajka környéke, profilját tekintve teljesen más, mint Szigliget környéke, mondjuk, vagy egy Sümeg és egy Ajka is nehezen összehasonlítani anyagi helyzetét tekintve is a városoknak. Vagy egy Rigács és egy Réfülöp, hogy két R betűvel kezdődő település mondjak. Tehát ez a 60 település, ez valóban egy kis Magyarország, ahol talál az ember ipari várost, üdülőhelyet, urbanizálódott térséget, rurális térséget, ezért is nagyon izgalmas, intellektuálisan is nagyon izgalmas ez a kihívás megtanulni ezt a választókerületet. És persze vannak időnként kellemetlen meglepetések, de összességében azt mondanám, hogy nagyon élveztem és élvezem ezt a felkészülési időszakot. Ha már emlegettik a város és vidék kapcsolatát, ön szerint hol fog igazán eldőlni a választás, vagy hova helyezi mondjuk a kampánynak a fő hangsúlyait, városokra, vagy vidékre, vagy nem tesz különbséget? Én nem teszek különbséget. Az én kampányom fő hangsúlya az, hogy a lehetőség szerint minél több emberrel találkozzak közvetlenül is. A számszerűségét tekintve nyilvánvalóan meghatározó a négy város aránya a választókerületen belül, Ajka, Tapolca, Sümeg, Badacsony-Tomaj, amely ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy egy kategória, politikai preferenciák szempontjából egy kategóriaként kezelhető. Mindegyiknek megvan a saját politikai mikroklímája, saját hagyományai. Ebből adódóan nekem nincsen egy olyan, ahogyan szokták mondani, targetált stratégiám, tehát hogy kiemeljek bizonyos célcsoportokat és csak ővelük beszéljek. Az én célom tényleg az, hogy lehetőség szerint egy olyan szövetséget hozzak létre a választókerületben, amelynek a tagjai egymással, még ha adott esetben politikai kérdésekben, vagy pártpolitikai kérdésekben nem is értenek egyet, de fejlesztési kérdésekben dűlőre tudnak jutni egymással. Én úgy gondolom, hogy ezen a szinten, választókerületi szinten a választópolgárokkal nem pártpolitikai dialógust kell folytatni, hanem fejlesztéspolitikai dialógust. Milyen arculatot akarnak ennek a választókerületnek, vagy az itt lévő településeknek adni, és én, mint képviselő, mennyiben tudom segíteni az ő törekvéseiket. Ön még nem is képviselő, csak jelölt, de már is bőséges anyagi források állnak a rendelkezésére, úgy tűnik. Ilyen pénzhozó embernek könyvelhetjük el lassan, akár hiszen 100 millió forintokat tudott eddig ide átcsoportosítani. Na jó, reális célok és elképzelések kapcsán például a múzeumi negyed fejlesztése, kriptonházra gondolok, de például itt volt a Tósok-Berényi szerencsétlen eset, amikor kigyulladt a templomtorony, arra is néhány nap alatt sikerült 60 milliót idehozni, ahogy úgymond. Mik az anyagi korlátai egy ilyen kampányban, vagy honnan vannak ezek a források? Hát anyagi korlátok lesznek, szerintem a háború például egy ilyen nagyon komoly anyagi korlát lehet, hogyha folytatódik. Nem tudjuk, hogy a magyar gazdaságot és a magyar költségvetést a jövőben ez milyen helyzetbe fogja sodorni. A források azért onnan származnak, hogy én meglehetősen sok olyan pozíciót betöltök, amelyekkel a forrás elosztásra befolyással vagyok. Balatoni Fejlesztési Tanács társelnöke vagyok, ez mondjuk itt Ajkán nem annyira érdekes, de a választókerület déli részén érdekes. Az Észak-Nyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Övezet kormánybiztosa vagyok, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatért felelős kormánybiztos vagyok, Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagja vagyok, a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke vagyok. Ezek mind olyan pozíciók, amelyek
nem önmagában pénzosztó pozíciók, de ott tudok lenni azokon a megbeszéléseken, ahol különböző források elosztásairól, vagy a prioritások meghatározásáról van szó. A Tolsó-Berényi eset ebből a szempontból egy kicsit kilóg, hiszen itt egy elemi csapásról volt szó, és annak a kezeléséről. Itt valóban a személyes kapcsolatrendszer tudott segíteni. De a fejlesztési források számomra nem azért fontosak elsősorban, hogy itt a saját befolyásomat éreztessem az ajkaiakkal, hanem azért fontos számomra, mert bizonyíték talán azok számára is, akik előítélettel vagy fenntartásokkal viseltetnek velem szemben, hogy számomra tényleg nem a pártpolitikai hovatartozás az elsődleges fontosságú. Schwarz Bélával, a város polgármesterével megkockáztatom, remélem ő sem sértődik meg, kiváló kapcsolatot sikerült kiépítenünk, és ennek szerintem az ajkai polgárok a haszon élvezői. A városnak, ha jövőben is sikerül forrásokat biztosítani, akkor azt látom, hogy számos olyan terv van készülőben, vagy akár meg is készült és csak finanszírozásra vár, amelynek az egész térség a nyertese lehet, és én akkor lennék a legboldogabb, ha azt látnám, hogy ez a térség még jobban, még gyorsabban tudja rapodni, mint eddig tette. Most nem tudom pontosan milyen elvárások fogalmazódtak meg önnel kapcsolatban. Részt vettem egy lakossági fórumán, illetve eheti ajkai szóban is olvashatunk egy másikról, a Tolsó-Berényről. Itt általában olyan kérdések merülnek föl, amik inkább helyi önkormányzati hatáskörbe tartoznak, és úgy néz ki, hogy a választópolgárok nem eléggé gondolkodnak koncepciózusan és fejlesztésekben, amiben egy országgyűlési képviselő igenis segítségükre lehet. Erről mi a meglátása? Én két olyan pontot azért látok, ami akár önkormányzatinak, vagy helyi ügynek is tekinthető, de régiós, vagy akár országos jelentősége is van. Az egyik a 8-as út Herendevecsel közötti szakasza, a másik pedig a Magyar Imre Kórház helyzete. Ez mindegyik fórumon előkerült, mindenhol megkérdezték tőlem. És ugyanakkor még az ennél kisebb jelentőségűnek tűnő, vagy önkormányzati illetékességűnek tűnő ügyek is válhatnak nagyon könnyen egy országgyűlési képviselő, vagy akár egy képviselőjelölt számára fontos ügyé is, például az ajkai ipari park, illetve az ipari parkon kívül lévő ipari tevékenységek szabályozása, az együttélés szabályainak megállapítása, vagy az esetleges problémák kezelésének a kidolgozása egy ilyen kérdéskör. Azt látom, hogy ez Bakony-Gyepesen is felmerült, Tolsó-Berényben talán kevésbé, de Ajkarendeken is ismét felmerült, hogy annak ellenére, vagy amellett, hogy van Ajkán egy ipari park, sikeres ipari park, de sajnos lakott övezetekben, vagy lakóövezetekben vannak olyan műhelyek, olyan cégek, amelyek az ott lakókat zavaró módon fejtik ki a tevékenységüket, és ezzel kapcsolatban látom, hogy van egy fogyóban lévő türelem, amit szerintem mindenkinek érdeke, hogy valahogyan békés úton próbáljuk megkezelni. Most némi kétségem had legyen abba az irányba, hogy egy 30 éve húzódó fejlesztést majd ön föl tud gyorsítani, hiszen egész nagy rendszerről van szó, ez nem egy-két emberen múlik, de ezt most hagyjuk is. Hadd tegyek fel egy olyan kérdés, ami látszik, hogy nem ide tartozik, de igazsági miniszteri vénáját talán még megérinti, hogy felmerült, hogy azért deponálják egyes határmenti települések a rengeteg adományt, amit néha nem is tudnak hová tenni, hogy ezt alkalmas pillanatban szétosszák szavazatokért. Van ennek valamilyen törvényi gátja, vagy akadály, hogy ezt megtegyék egyesek, vagy ez csak egy erkölcsi kategória? Annyi gátja lehet, hogy ilyenkor följelentheti az ellenfél, hogyha azt látja, hiszen ez választók megtévesztése lehet, vagy a választási szabályok megszegése lehet, vagy a választási kampányra vonatkozó szabályok megszegése lehet, tehát jogszabályok vannak, de ezért szoktuk kérni mindenkitől, és a kormány is ezért kéri mindenkitől, hogy lehetőség szerint a szeretett szolgálatoknak adják az adományokat, mert akkor ellenőrzött módon és átlátható módon történik az adományok szétosztása. Arról nem is beszélve, hogy igazából a szeretett szolgálatok, vagy segélyszolgálatok tudják azt, hogy valójában mire van szükség. Mi is, én magam is adományoztam, illetve mi is gyűjtöttünk itt Ajkán is, és Tapolcán is, és Sümegen is, és valóban hát ez a tapasztalat, mi a Máltai Szeretett Szolgálattal működtünk együtt, hogy az állampolgárok nem mindig
hogy nem mindig azt adják, amire igazán szükség lenne, hanem egy kicsit, mint valószínűleg. Árad belőlük a szeretet, és közben megszabadulnak ugye van, pár dologtól. Igen. Itt a interjú előtt beszélgettünk arról, hogy a sajtó nem mindig bánik önnel kesztyűs kéze, és az én negatív szerepemet is felvetette, de erről talán majd később egy kicsit. De helyénvalónak tartja-e, hogy mondjuk az ellenzék képviselői most 5-5 percet kapnak a magyar televízióban, és az elmúlt 4 évben ez a Telex kigyűjtése 18-szor szerepeltett ellenzéki képviselő a magyar televízióban, holott hát az idén ugye 130 milliárdot költ rá az ország közpénzből. És mit gondol, jó egy ilyen országban élni, vagy nem lehet, hogy ez bánt egyeseket? Nem tudom, én azért fogok dolgozni, hogy ebben a választókerületben jó legyen élni, és hogyha ebben a választókerületben jó élni, akkor az országnak legalábbis ebben a részében jó élni, és akkor talán az országban is egy kicsit jobb élni.